ez a fehér keresztény Európa propaganda filmje. Mindenki fehér, boldog és az utcán táncol. Cserpakovics András tájékoztatása szerint többek között ez a kifogás hangzott el Székesfehérvár EKF pályázata kapcsán. A Tele élettel város filmet is bemutatták a nemzetközi testületnek, akik hiányolták a szegényeket és a migránsokat a filmből. Úgy gondolom, hogy ez a néhány szó összetétel. Annak kifogásolása, ami a pályázatunkban a európai identitást a görög, a római és a keresztény zsidó kultúrkörben határoztuk meg, ezt kifogásolni 2018-ban, az jól mutatja, hogy ez nem egy szakértői testület volt, ez nem szakértőként a kultúrával foglalkozott, a fenntarthatósággal, a beruházásokkal, a kulturális értékekkel, vagy hogy ezt egy város hogy kívánja bemutatni, hanem valami egészen más céllal küldték őket Magyarországra. Az Európai Bizottság szakértői 7 magyarországi pályázó, így Debrecen, Eger, Gödöllő, Győr, Székesfehérvár, Szombathely és Veszprém közül választották ki azt a hármat, amelyet a pályázat szűkített listájára javasolnak. A döntés értelmében Debrecen, Győr és Veszprém pályázatait ajánlották a döntőbe. Székesfehérvár polgármestere gratulált a továbbjutóknak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közvéleménynek joga van tudni a meghallgatáson elhangzottakról. Szavai szerint nem szakértői meghallgatás történt, hanem kultúránk kivégző osztaga előtt érezte magát. Pont azokat az értékeket, amik Fehérvárban megtestesülnek, azokat kiemelten európai értékeknek, a befogadás és a sokszínűség értékeinek is tartjuk. De ehhez hozzátartozik a belvárosban a kereszt, hozzátartozik az országalma és hozzátartoznak a templomok is. Hitéleti szempontból is, de ebben a vonatkozásban lehet, hogy fontosabb, hogy kulturális értékeket tekintve is. Cserpalkovics András kiemelte, hogy a közgyűlés egyhangú döntésével nyújtották be a pályázatot, és a város közössége felsorakozott a pályázat mögött. Ezért tájékoztatni fogják a képviselőtestületet a meghallgatáson elhangzottakról. A címtől függetlenül a pályázatban megfogalmazottak megvalósításán dolgozni fognak.